ahol most vagytok, ez az A csarnok, a Cinema City csillagok csarnoka, de hogyha átmentek a B csarnokba, ott a Fantasy Zone-t találjátok meg, és én garantálom nektek, hogy mindkét csarnok tel is tele van pakolva izgalmasabbnál izgalmasabb programokkal. Miért jöttetek? Vízezni, lootot venni, dedikáltatni, világsztárokat hallgatni. Ki miért van itt? Senki semmiért, csak véletlen bejöttetek az utcáról, nem? Na, ez egy trükkös kérdés volt, ugye erre mind lesz lehetőség itt a két nap során. És hát akkor most nézzük, hogy mi van ma. Aztán eldarálom, hogy mi van holnap, de képzeljétek el az a helyzet, hogy ez is egy jó pár percig el fog tartani, mert hogy amit most itt láttok, ez itt a Mastercard nagy színpad, és itt hamarosan majd, ha én elhúztam minden a csíkot, jön Kaci, és egy képregényes quiz show lesz. Azt ugye nem kell mondjam, hogy akármikor quiz van, ott nyeremény van, ott loot osztás van, ott fán van, úgyhogy gyertek majd és foglaljátok el a pozíciókat, vagy aki esetleg nem tudom, hogy szokott ilyen gamer rendezvényre járni, és esetleg gyakorlottabb, hogy mondjam, játékos, az azt is tudja, hogy a loot szórás esetén érdemes akár a színpadhoz közel is állni. Jodát nem éri fogdosni, színpadra föl nem jövünk, de hogy jaj, már most adhatok valamit, azt mondja a Kaci, hogy dobjál be valamit, oda se nézek, és a lootosztás az úgy szokott kinézni. Ez elrepült, viszont a hölgyé egy komikonos napszemüveg. Vannak egyébként lootjaink, matricák, póló, párna, napszemüveg, bocsánat, ez hűtőmágnes. Hűtőmágnese, van-e valakinek komikonos? Ki szeretne egy komikonos hűtőmágnest? Az első jelentkező meg is kapta. Ez volt a, bocsánat, odaadnád a kisasszonynak? Ez még nem a kvíz volt, azért nem ennyire egyszerű nálunk nyerni, de sok ajándékra számíthattok. Na, a lényeg az, hogy Kaci fog következni kvízzel és ajándékosztással, aztán pedig lesz nekünk rögtön egy sztárunk, Harry Potteres beszélgetés lesz Natalia Tenával. Aztán jön a 9¾. Podcast Harry Potter beszélgetése. Szeretitek a Harry Potter világát? Igen, kezeket föl, lássam! Gyertek nyugodtan előre, rengetegen vagytok, és még jönnek be a népek, viszont van még hely. Ez a tavalyi Comic-Con tapasztalatokból okulva nem lesz mindig így. Tehát, hogyha nem foglaljátok el az első soros székeket, akkor sehol máshol nem lesz, nem csak az első sorban, hátul se lesz ülőalkalmatosság. Tavaly tömve voltunk, minden világsztárnál álltak a vendégek, aminek nagyon örültünk, és a vendégek is. Szóval, a Harry Potter podcast a Harry Potter podcast előadás után következik Arnas Fedorovicius, akit esetleg honnan ismerhetünk? Last Kingdom, így van, hangosan! Figyelj, ez nem volt quiz, de ezért a megfejtésért egy hűtőmágnest azért adnék. Alacsonyan szállnak a hűtőmágnesek, elnézést kérek. Szóval, mondom a programot, mert még el se kezdtem, és engem mindjárt innen lezavarnak. És még csak a második világsztárnál tartunk. Jó, aztán lesz Harry Potter quizünk itt a nagy színpadon. Aztán egy messzi-messzi galaxis gyermeke, jön Jessica Henwick. Utána jön egy nagyon hot topic, én nagyon szeretek erről beszélgetni, mert lesz az NMHH közreműködésével egy olyan beszélgetésünk, hogy jó-e az, ha a gyerek játszik videójátékokat? Úgyhogy aki anyával, apával jött, az rángassa ide, mert fogunk meglepő dolgokat mondani. Ez csak így sok zárójelben mondom. Ez nem egy uncsi beszélgetés, ez egy tök jó beszélgetés lesz. Aztán, Walking Dead-et néz valaki? Igen! Igen! Amúgy nincs hangotok? Igen! Nincs? Van hangotok? Budapest Comic Con? Jó, oké. Lesz ez még jobb is, főleg mondjuk akkor, amikor Kellen McAuliffe ugye följön a Walking Dead színésze, és itt fog beszélgetni a színpadon. Aztán a képregények szerelmeseinek jön egy nagyon-nagyon menő alkotó páros, Brian Azzarello és Rizzo személyében, akik a 100 Bullets képregényért felelősek, ugyebár. Itt fogunk velük beszélgetni a nagy színpadon. Aztán jön egy magyar zeneszerző, Alpár Balázs, akikről a filmzeneszerzésről, animációs zeneszerzésről és a videójátékos zeneszerzésről fogunk beszélgetni. Utána érkezik Hollerung Gábor karmester,
a budafoki Dohnányi vezetője, nem tudom, hogy értesültetek-e róla, de azért nemrég volt egy hatalmas nagy gamer szimfonikus koncert, az is az ő művű, szóval karmester úrral arról fogunk beszélgetni, hogy ők hogyan látják azt, milyen, amikor beül a gamer közönség, mondjuk egy gamer szimfonikus koncertre, és milyen az, amikor mondjuk az ő törzs közönségük beül egy gamer szimfonikus koncertre. Szerintem ez is egy izgalmas beszélgetés lesz. És aztán Stephanie Phillips-szel fogok beszélgetni arról, hogy mik a női perspektívák a képregény művészetben. Ő egy képregény író, és most nincs itt a jegyzetem, de ha jól emlékszem, ő például Harlequin sztorit is írt. Aztán igazából nem csak ez a színpadunk van, de ez volt a nagy színpadon, a Mastercard nagy színpadon a mai program. Van még nekünk cosplay színpadunk, ahol zanzásítva mondom, mert tényleg nem férünk bele, táncbemutató lesz, beszélgetés arról, hogyan lesz valaki cosplayerről, propmaker, legózás és gyűjtés témájának az átbeszélése, Stanley élete és munkássága, előadás, cosplay verseny, craftsmanship, anime duma party, cosplay bemutató és természetesen cosplay versenynek az eredmény hirdetése is. Ebben a csarnokban van egy másik színpad, arra találjátok, a magyar színpad, ahol lesz többek között kerekasztal beszélgetés magyar színészekkel, kvíz, az igazából szinte mindenhol van, kvíz, mindenhol van, még a kiállítóknál is különböző nyereményekért. Szóval lesz képregényes kvíz, lesz beszélgetés Matszal, Alexis Noellel, nem tudom, hogy őt ki ismeri, ő itt volt tavaly is, és egy fantasztikus csóka, ő képregényíró, nem tudom, megvan-e nektek a The Killer nevű képregény, ha nincs, akkor megsúgom, hogy azért fogja hamarosan az egész világ ismerni ezt a sztorit, mert hogy idén jön Netflixen a The Killer című film, ami David Fincher rendezett, és Michael Fassbender a főszereplője, és itt lesz velünk Matsz, ma és holnap is, aki írta ezt a sztorit, iszonyatosan menő csóka. Tavaly nagyon jól beszélgettünk vele a nagyszínpadon, tök laza, szeret beszélgetni, nagyon-nagyon ajánlom, hogy valahol vadásszátok le egy előadás keretében. Aztán lesz például a magyar színpadon szó arról, hogy milyen a Korda Filmparkban egy élménytúra, tündérkert kerekasztal beszélgetés az alkotókkal, Sámán filmpremiér és kvíz, és a magyar színpadon azt is megtudhatjátok momés hallgatóktól, hogy mik is a képregény készítésnek a kulissza titkai, és lesz egy izgi téma ma náluk, mesterséges intelligencia és a videójáték szinkronizálás. Jó téma. Aztán van nekünk itt egy VIP zónánk, akinek VIP jegye van, az ugye ott tud egy kicsit frissítőkhöz jutni, Xboxozni a sarokban, megpihenni, és egyébként van a VIP zónában is jó néhány programunk, természetesen quiz. Itt van velünk a Wednesday kisfiatal magyar színésznője, Váradi Karina, van képregényrajzoló workshop, és lesz beszélgetés és fotózkodás Angie-vel. Na, azt mondja, hogy áttérek a másik csarnokunkra, mert hogy itt a Cinema City csillagok csarnoka mellett található, azt mondja, hogy a Fantasy Zone elnevezésű B csarnok, ahol is van a... Istenem, megvan, itt van. Például a Buhurt kontakt páncélos vívás bemutató. Ott lehet érdeklődni arról, hogy mi ez a küzdősport, ez egy full kontakt páncélos vívás. Szóval át tudjátok menni a B-sorokból és megnézni, hogy ezt hogyan végzik, ki is lehet próbálni. Lesz ott egyébként fénykardvívás is, illetve viking öltözet bemutató és harc oktatás is. Egyébként a B-csarnokban van a cosplay színpad, miniatűr figurafestés, rengeteg társasjáték, életnagyságú vasember páncélok például, Thanos szobor, pajzsok, hagyományos és lőfegyverek, utazóplanetárium és Lego erekjék, többek között életnagyságú Lego Darth Maul és Batman is. Azt mondja, hogy ha ebben a csarnokban elindultok, a teljesség igénye nélkül elmondom, hogy miket találtok. Rengeteg Star Wars contentet, Lego Star Wars modellek, Star Wars miniatűrök, a Magyar Star Wars Klub jóvoltából kipróbálható társasjátékok, méretarányos Star Wars erekjék, a sisaktól a fegyvereken át a robotokig és még járművet is találtok, méretarányosat. Vannak
az ácsarnokban retro videójátékok, Xbox, Gamecube, PS2, N64, lehet a Dreamcast-on így lövöldözni House of the Dead-ben, van Super Mario és Sonic verseny is, retro játékverseny. Egyébként itt találtok nyilván mostani kúrens konzolokat is, PS5-öt, szimulátorokat, ha jól láttam, van kint PSVR 2. Vannak társasjátékok, kiadványok, könyvek, miniatűrök, erekék, képregények, illusztrációk, rengeteg mörcsel mehettek haza, és ott például láttok egy hatalmas standot, aminek az a neve, hogy Local Hero Stand, aki szeretné kicsit gamingelni, egyébként én nem tudom, hogy hogy fér bele ennyi kiállító és színpad és program egy nap barátok bízom, de aki szeretne gamingelni, ott például LOL 1v1 bajnokságra nevezhet délután 2-ig, és perifériát, fejhallgatót, egeret és vásárlási utalványt is lehet nyerni. Aztán van egy Beat the Pro kis fun eventot egész nap, nem tudom, hogy ki lolos. Egy, kettő, nyugodtan, itt nincs jó meg rossz válasz. Pierce-el lehet egyezni, ha ez mond valamit. Fanolni lehet Pierce-el személyesen, itt van kint. Beat the Pro, jó, kenjétek el Pierce-nek a száját. Ott egyébként minél több aktivitáson részt veszel, annál több pontot gyűjtesz, és ezeket a pontokat mörcsökre lehet beváltani. De egyébként a LOL mellett van FIFA, lehet telefonos játékokkal is játszani. Ott is van óránként quiz, TDK ajándékcsomagokért, és például van egy kis versenyük, aminek a keretében Samsung S23-at lehet nyerni, vagy Galaxy Watch 4-et, vagy Galaxy Buds 2-t. Tehát, hogy amikor azt mondjuk, hogy mindenhol van quiz és lehet nyerni, akkor az egy dolog, hogy a skálának az egyik végén mondjuk egy hűtőmágnes van, de a másik végén meg mondjuk egy S23-as telefon. Csak szeretnék mindenkit bátorítani arra, hogy nézzetek körül a rendezvény teljes területén. Azt mondja, hogy van az NMHH-nak a családi hat próbája, ők 4 helyszínen, 6 különböző aktivitáson várnak, vagy gyerekszülőpárost, vagy tesó-tesópárost, de egyébként egyedül is el lehet indulni a versenyeken, a játékokon, és egyébként miközben játszatok, sokat tanulhattok a felelős játékhasználatról. Itt arra kell gondolni, hogy van quiz, videójátékos képességfelmérés, szimulátoros ügyességfelmérés, de a B-csarnokban még egy falmászó faluk is van, és ott bizony fizikai aktivitás keretén belül falat kell mászni. Szerintem nagyon izgalmas és érdekes. Szóval ott is gyűjtitek a pontokat, és a végén értékes nyereményekre válthatjátok be őket. Aztán van egy hatalmas Cinema City standunk, ahol ugye életnagyságú filmhősök szobrai mellett szintén van óránként mozikvíz, van popcorn dobáló verseny, van robotharc, mozi egy tornádó, rengeteg nyeremény és ajándék, és van egy ilyen robotkarra szerelt kamera, amivel olyan lassított videót is készítenek rólatok, ha szeretnétek, amit a Golden Globe-on és az Oscar díjátadón a sztárokról csinálnak. Tudjátok, az a lassított, elég jól kinéző videó. Szóval azt is csinálnak rólatok a Cinema City standjánál. Én elvesztettem az időérzékemet, és nem tudom, hogy mennyit beszélhetek még, de gyorsan elmondanám azt, hogy mire számíthattok még holnap, mert hogy ismét kétnapos a Budapest Comic Con, holnap is 10-kor kezdünk, és zanzásítva mondom, tartogatunk nektek holnapra is világsztárokat, lesz itt Star Wars Quiz, lesz itt a Stranger Things 4. évadából Clayton Royal Johnson, lesz itt holnap egy a király, tehát a Jimmy sorozatos kerekasztal beszélgetés a rendezővel és a színészekkel, nem tudom, ki látta a sorozatot. Én Zambu Jimmy zenéken nőttem föl, gyerekkoromban nagyon nem szerettem, és a sorozatot meg nagyon igen. Úgyhogy örülök, hogy például én vezethetem holnap ezt a kerekasztalt. Holnap jön Tom Lashia, akit ugye ismerhettek szintén a Stranger Things 4. évadból, vagy többek inkább a Trónok harcából. Lesz Trónok harca quiz, lesz beszélgetés a hadikról, lesz beszélgetés ezen a színpadon is a The Killer filmről, hamarosan igazából a képregényről és a filmről, Matszal, az íróval. Aztán itt lesz velünk Gibor Attila, filmrendező, akiről nem tudom, tudjátok-e, de nem csak a Nyomozó című filmet, vagy esetleg amit a legtöbben ismernek, a Terápia című sorozatot rendezte, de hogy ő amúgy, szerintem mondhatom, holnap lesz itt így a hátam mögött, mondhatom, hogy elég nagy kocka, imádja, mondta, hogy ő amúgy akar jönni a komikóra, mondom, az azért jó Attila, mert mi vendégnek akarunk hívni. Azt mondja, hát amúgy is jöttem volna, tök jó. Nem tudom, tudjátok-e, de például ő rendezte az Assassin's Creed Origins trailert, mert hogy ő
videójáték átvezetőket és trélereket is szokott rendezni, és itt lesz velünk holnap Dave Lang illusztrátor is. És akkor holnap a cosplay színpadon lesz még nekünk harcművészeti bemutatónk, koncertünk, szintén cosplay versenyünk, Angie fog előadást tartani, Star Trek beszélgetés, és természetesen ismét cosplay bemutató és díjátadó eredmény hirdetés. Kaci, készen állsz-e a kvízezésre? Mert én szerintem eléggé zonzásítva elmondtam, hogy a két nap alatt mire számíthattok itt a Budapest Comic Conon. Vigyétek a rendezvény jó hírét, amit ma nem tudtok megnézni, azt nézzétek meg holnap is, és tényleg mindenkit bátorítok arra, hogy foglaljatok helyet azok előtt a beszélgetések előtt jó előre, amikre kíváncsiak vagytok, mert hogy itt a nagy színpadon, amikor megérkeznek a világsztárok, egy tűt se lehet lejteni. Senkit ne riasztom el az, hogy a beszélgetések nyelve angol lesz, mert ahogy tavaly is, idén is itt van velünk, nem látom éppen, itt van velünk Kosik Attila, aki szinkron tolmácsként fog részt venni a beszélgetésekben, úgyhogy aki esetleg angolul nem tud, az is hallhatja majd, hogy miről beszélgetünk mi itt a sztárokkal a nagy színpadon. Kaci, van nálad még plusz lúd, jól láttam? A kvíz nyeremény, mert hogy most, ami kvíz következik, az ki tud többet a képregényekről. Ki tud bármit a képregényekről. Én nem merem folytani a kezem, ott két kéz is föl van rakva. Szuper, vannak itt képregény szerető emberek, úgyhogy akkor Kaci, én átadnám neked a terepet, viszont fönnmaradok szívesen. Hogyha kell egy kis segítség, például ajándékot osztani imádok, de a képregényekhez én őszintén szólva annyira nem értek. Hatalmas